Lavina ölt meg egy házas párt a dél-tiroli Schnalstalnál. Az áldozatok a Raiffeisen Bank korábbi igazgatója, 65 éves Michael Grüner és felesége Monika Gamper. A pénzintézetet 23 éven át irányító, elismert bolzánói ügyvéd tapasztalt síelőnek számított. A hegyi mentőket szemtanúk riasztották, akik végignézték, ahogy a hógörgeteg elsodorja társaikat. Ausztriát a hétvégén újabb nagy havazás érte el. Kelet-Tirolban a sok hótól összedőlt egy raktárépület. Szerencsére senki nem volt benne.